A nyári hónapokban a turisták által kedvelt helyeken gyakran diákok segítségével dolgoztak a rendőrök. Az érettségi előtt álló tanulók főleg a belvárosban, valamint Sóstón járőröztek együtt az egyenruhásokkal. A kezdeményezés már évek óta jelen van a megyeszékhelyen, Nyíregyháza második alkalommal vett részt a szervezésben. Itt arról van szó, hogy ugye az 50 órás közösségi szolgálatot teljesítő diákok lehetőséget kapnak arra, hogy Sóstón rendőrjárőrökkel együtt járőrözzenek, és az idegen nyelvi tudásukat latba téve a külföldi turistákat tájékoztassák, illetve olyan szóróanyagot juttassanak el számukra, amely a Nyíregyházán való tartózkodásukat esetlegesen megkönnyít és hasznos információval látja el. Az elmúlt években 50-60 diák vett részt a rendőrségi közösségi szolgálaton, a kezdeményezés azonban egyre népszerűbb a fiatalok között. Az idei évben 67 diák vett részt ebben a Tourist Police programban. Érdekesség, hogy nem csak Szabolcs megyéből és Nyíregyházáról, hanem Tokajból, Borsod megyéből, sőt a Turinformon keresztül Erdélyből is jöttek diákok, akik segítették ezt a fajta munkát. Feladatuk alapvetően bűnmegelőzési szóróanyagok terítése a turisták által frekventált látogatott helyeken, Sóstó, belváros, illetőleg a nagyobb rendezvényeken. Illés László hozzátette, év végén a Mindenszentek és a karácsonyi forgatag idején lehet majd számítani diák segítők felbukkanására az egyenruhások oldalán, a következő években pedig tovább folytatódik majd a középiskolák és a rendőrség közötti együttműködés.